Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Sajhó Zénó vagyok, fő témáink néhány mondatban. Megegyeztek a felek, elfogadta a 2024. évi büdzsét a szekszárdi közgyűlés. Elfogások, több esetben bukkant a kábítószerre a Tolna vármegyei hatóságok az elmúlt napokban. Sokrétű tudást igénylő földrajzverseny, 21 tanuló mérettette meg magát Szekszárdon. Fontos a változatosság, interaktív megemlékezés a Bonyhádi iskolában. Hosszas egyeztetés és viták után életbe lépett Szekszárd városának 2024. évi költségvetése. Az újabb rendkívüli ülést az államháztartásról szóló törvényben foglalt határidős kötelezettség is indokolta. Szekszárd városának idei költségvetését a közgyűlés legutóbb március 11-én tárgyalta. Akkor a felek a Tarka SC Szekszárd kosárlabda csapatának szánt támogatások mértékében nem tudtak megegyezni. Ezúttal megszületett a megállapodás, így életbe léphet a büdzsé. A költségvetési főösszeg az 11 milliárd 10 millió forintba alakult. A közhatalmi bevételek azok 4 milliárd 215 millió forint. A intézményi kiadás az 2 milliárd 500 millió forint, és a városüzemeltetés is kapott a költségvetésből 900 millió forintot. A Szekszárdi Sportközpont 285, a Babits Mihály Kulturális Központ 377 millió forintot kapott, ebből 90 millió forint jut a nagy rendezvények támogatására. A volántartozások kezelése is problémát okozott Szekszárd számára. Rendeztük a dolgainkat 2018-19-20-at, és most a 2021-et az idei évben összességében 657 millió forint tartozás rendezés van betervezve. Ebből 227 millió forint már ki lett fizetve, így maradt a 2022 évi 257 millió forint, és a 2024-es előleg, mert a 2023-as költség is, a 200 millió forint az is már teljes egészében ki lett fizetve. Máté Péter önkormányzati képviselő szerint a büdzsének sokkal korábban életbe kellett volna lépnie. Így a KSC megkaphatja a 40 millió forint sporttámogatást, a UFC megkaphatja a 7 millió forint támogatást, és a Fekete Gólyák Kézilabda Egyesület megkaphatja a 3 millió forint támogatását. Tehát így ez most az Oksi Bizottságnak keretén kívül, azon kívül még ez 50 millió forint sporttámogatás. Azon kívül még egyébként vannak teremhasználatok, amik a sportközponttal mennek. Tehát én úgy gondolom, hogy támogatjuk a sportot is. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere úgy véli, hogy kemény munkával és szigorú gazdálkodással a költségvetést be fogja tudni tartani a város, így 2025-ben majd teherementesen, nyugodtabban tervezhetnek. Őcsény, Báta, Szedres, ezeken a településeken bukkantak kábítószerre a napokban a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai. A Tolna vármegyei rendőrök információt szereztek arról, hogy egy 18 éves szedresi fiatal nagyobb mennyiségű drogot tart otthon. A hatóságok a napokban kutatást tartottak a fiatalnál, és ahogy a felvételeken is látszik, szobájában közel 200 g zöld növényi törmeléket és több tucat rózsaszín tablettát találtak. Azonban az utóbbi időben nem ez volt az egyetlen ilyen eset. Bátán egy 44 éves dílert fogtak el. 5000 forintos pakkokat értékesített, amivel kristályos fehér kábítószernek tűnő anyagot árult. Hozzá a szálak lakásáig vezettek, ott kutatást tartottak a kollégáink, majd előállították, gyanúsítottként hallgatták ki, de tagadta a bűncselekmény elkövetését. Ennek ellenére őt őrizetbe vették, és azóta a bíróság már letartóztatta. A szekszárdi nyomozók elfogtak egy 33 éves őcsényi férfit is. Vele kapcsolatban információ merült fel arról, hogy Faddon hosszabb ideje gőznek nevezett kábítószert és marihuánát árul. A férfit Decsen igazoltatták, mikor autóval közlekedett. Az autóból több bűncselekményre utaló tárgyat foglaltak le, például húzózáros kis tasakokat, összegyűrt ezüst papírdarabkákat, illetve digitális mérleget, valamint egy lopásból származó játékkonzol is előkerült az autóból. Férfit előállították, gyanúsítottként hallgatták ki, de tagadta a bűncselekmény elkövetését, mivel korábban is kábítószer kereskedelemmel, illetve pszichotróp anyaggal visszaélés bűncselekményekbe felmerült a neve, most őrizetbe vették, és előterjesztést tettek le tartóztatására. A nyomozás a szekszárdi rendőrkapitányságon folytatódik.
Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Az elmúlt napokban Tolna vármegye több településéről is érkeztek bejelentések a rendőrséghez csalókról. Az idegenek vezetékes telefonon hívják fel a gyanútlanokat, és azzal a történettel állnak elő, hogy közeli hozzátartozójuk bajba keveredett, ami miatt a rendőrök elvitték őket, de bizonyos összeg fejében kikerülhetnek az őrizetből. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság felhívja mindenki figyelmét, hogy a hatóságok hasonló dolgokkal sosem keresik meg az embereket. Fontos az elővigyázatosság, hogy senki ne dőljön be az átverésnek. A nemzeti ünnep napján március 15-én és a hosszú hétvégén jóval nagyobb utasforgalom várható, ezért a MÁV és a Volánbusz arra kéri az utasait, hogy időben tervezzék meg utazásukat, érdemes minél előbb elővételben megváltani a menetjegyeket, vagy használni az automatákat, az online jegyvásárlást. Fad Nagyközség önkormányzata felhívja a helyi lakosok figyelmét arra, hogy a házszámtáblák kihelyezése az ingatlan tulajdonosok jogszabályi kötelezettsége. Ennek megfelelően kérnek minden érintettet, hogy amelyik ingatlannál nem található ilyen jelzés, ott mielőbb helyezzenek ki egyet jól látható módon, ezzel segítve a szakemberek, például a posta, mentő, tűzoltó munkáját. Tanulók mérték össze tudásukat a szekszárdi Garai János gimnáziumban. Elsősorban földrajzi, topográfiai ismeretekre épült a verseny, de a zsűri kíváncsi volt a résztvevők általános műveltségi szintjére is. Ezután el is érkezünk az Abszalon félszigetre, amely a Kaszpi-tenger legnagyobb félszigete. 60 km hosszú, 30 km széles. Idén is megrendezte immár 30. alkalommal a Kőrösi Csoma Sándor Kárpát-medencei földrajzversenyét a szekszárdi gimnázium. Gyurica László, a zsűri elnöke elmondta ennek a próbatételnek a különlegességét. Nem megszokott verseny abból a szempontból, hogy nem tankönyvízű, hanem gyakorlatilag inkább általános műveltségre kérdez rá. Tehát a földrajz kerül nyilván elsősorban fókuszba. A megmérettetésen minden évben más és más ország kerül terítékre, történelmi, művészeti, kulturális és turisztikai szempontból, földrajzi szemüvegen keresztül. Amíg régebben ugye voltak a tankönyvek, ma már egyetemen hallgatók sem nagyon használnak tankönyveket, hanem nagyon széles a repertoár, tehát interneten felelhető segédanyagok, vagy akár általános ismeretanyagok, de akár úgy gondolom, hogy utik könyvektől kezdve szakmai folyóiratok, de úgy általában az internet ma már a legfőbb segítség, úgy gondolom. 21 diák küzdött meg az elsőségért. A verseny jellegéből adódóan a felkészülés sok munkát és kreativitást igényelt. Én nagyon élveztem eddig a versenyt, szerintem nagyon jó a téma. Én személy szerint nem ismertem eddig ezeket az országokat, legalábbis ennyire biztosan nem. De nagyon sok mindent megtanultunk róla, az első részének, a fordulónak is szerintem nagyon nagy szerepe van abban, hogy a később, a délutáni feladatoknál is több feladatra tudjanak majd a többiek válaszolni, illetve nagyon sok új információt is ismertünk meg például. A verseny célja nem csak a számonkérés, hanem új ismeretek átadása is. Fővárosa Suhumi, ez egy kikötőváros. És azt kell róla tudni, hogy ezek kedvelt üdülési központ Abháziában nagyon szeretnek ellátogatni tehetősebb emberek itt nyaralókat vásárolni, és ez az egyik fő hely itt a Fekete-tenger partján. A versenyen Lambert Kristóf győzedelmeskedett, akinek jutalma egy külföldi utazás. A második helyen Keresztes Kristóf végzett, harmadik Tóth Pál Balázs lett. Tekintsék meg rövid híreinket! Április 3-áig lehet jelentkezni a Betlen Gábor alapkezelő ZRT testvértelepülési pályázatára. Tájékoztatott Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Facebook oldalán. Olyan magyarországi helyi önkormányzatok jelentkezését várják, akik valamely külhoni településsel alakítanának ki új, vagy fűznének szorosabbra már létező testvérkapcsolatot. Céljuk Magyarország és a Kárpát-medence magyar lakta települései közötti magyar-magyar kapcsolatok erősítése. A megpályázható összeg 2 millió forint.
Nagy lépést tett a bajnoki cím felé a Tolnamezsi Futsal Sport Egyesület férfi csapata. A harmadosztályú bajnokság délnyugati csoportjában szereplő alakulat hazai pályán 3-0-ra győzte le a Bromit SC-t, így 10 mérkőzésből 10-et megnyerve karnyújtásnyira került ahhoz, hogy aranyéremmel zárja a pontvadászatot. Március 15-én 16 csapat lép pályára a Bonyhádi Sportcsarnokban a 22. március 15 kupa Kovács Matyi emléktornán a Bonyhádi Sportcentrum gondozásában. Az együttesek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei mellett Kovács Mátyásra, tragikus hirtelenséggel elhunyt sportemberre, a március 15 kupa megálmodójára emlékeznek majd. Rendhagyó, interaktív zenés március 15-i megemlékezést tartottak a Bonyhádi Általános Iskolában, így a legkisebbek is átszellemülhettek. Hasonlóan más intézményekhez, a Bonyhádi Általános Iskolában is minden évben megrendezik a március 15-i megemlékezést, ugyanakkor az intézményvezető szerint fontos, hogy néha változtassanak a bevett formulán, így tettek idén is. Idén egy kicsit más módon készültünk az ünnepségre, az alsósok egy rendhagyó tanórán vesznek részt, Siklósi Krisztián és Szabó Dávid vezetésével egy ilyen interaktív zenés foglalkozáson vesznek részt, ahol egy rövid ráhangulás után azonosulhattak a huszár életérzéssel és az 1848-as szabadságharchoz kapcsolódó énekeket énekelték el. A foglalkozáson különböző nótákat énekelve tanulhattak a diákok, és egy kicsit szórakozhattak is. Huszár! Lóra! A hagyományos megemlékezések tárgyuk egyre halványuló mi volt miatt hátrányba kerülhetnek az efféle modernebb rendezvényekkel szemben. Megmondom őszintén, felemelő érzés volt, amikor például a Kossuth nótát közel 300 tanuló énekelte felállva, és mindenki lelkes volt. Azt gondolom, az előadásnak az a célja, hogy ezt a lelkesedést, ezt a szenvedélyt próbálja átadni, és fontosnak gondolom, hogy minden tanuló tudja, hogy a függetlenségért, a szabadságharcért küzdeni kell, és ezért is tisztelettel tartozunk a 48-49-es hősöknek. A kisdiákok átadták magukat a vezényszónak, egyszerre játszottak pajtásaikkal, és élhették bele magukat a huszár szerepbe. Regionális híreink következtek. Bottal őrjöngő autós az úton, letöltendőt adnának a pécsi álmokfutónak. Gondos óra, több mint 17 ezeren használják Somogyban. Érkeznek a személyi jövedelemadó bevallási tervezetek, május 21-éig kell jóvá hagyni kiegészíteni ezeket. Letöltendő börtönbüntetést javasol az ügyészség a pécsi álmokfutóval szemben, ez derül ki a vádhatóság dokumentumából. A vádirat szerint a 20 éves gyanúsított jogosítvány nélkül autós társát bottal fenyegetve, majd testi épségét veszélyeztetve okozott rémületet tavaly novemberben a Baranya vármegyei székhelyen, de más ügye is volt ezután. Egy autós fedélzeti kamerája készítette ezt a felvételt tavaly, november 22-én reggel. Piroskör jelöli azt az álmokfutót, aki nem riadt vissza a fizikai fenyegetéstől. Azóta elkészült a vádirat az ügyben. Eszerint a jogosítvánnyal nem rendelkező 20 éves férfi Pécset eltiltás hatály alatt vezetette egy tehergépkocsit. Egy lámpás kereszteződésben a belső sávban haladó gépkocsi mellé állva szóban megfenyegette a gépkocsi vezetőjét, majd egy hosszú bottal kinyúlt a lehúzott baloldali ablakon, és többször ütő mozdulatokat tette a sértett irányába. Közben azzal fenyegette, hogy szét fogja verni az autót. Majd a lámpa zöldre váltott. Ezt követően a forgalommal együtt elindultak, és amikor ismét a sértett gépkocsija mellé ért, akkor kétszer rákormányozta a saját járművét úgy, hogy áttért a szomszédos forgalmi sávba, és a sértett csak hirtelen fékezéssel és balra kormányzással tudta elkerülni az ütközést. A vádlott megszegte a közlekedési szabályokat, és a sértett életét és testi épségét közvetlen veszélynek. De itt nem állt meg az álmokfutó, újra a hatóságok látókörébe került.
Nem sokkal ezután, december 7-én ismét gépkocsit vezetett Pécsett, továbbra is jogosítvány nélkül, és továbbra is eltiltás hatálya alatt. Ez alkalommal egy anyagi kárral járó közlekedési baleset részese volt. A pécsi járási ügyészség közúti veszélyeztetés büntettével és folytatólagosan elkövetett eltiltás hatálya alatti járművezetés büntettével vádolja a férfit. Az ügyészség vádiratában azt indítványozza, hogy a bíróság a jelenleg is letartóztatásban levő vádlottat végrehajtandó szabadságvesztésre ítélje, és véglegesen tiltsa el a közúti járművezetéstől. Az ügyészség mértékes indítványt tett a vádiratban. 1 év 10 hónap szabadságvesztésre tett javaslatot. Egyre népszerűbb a gondosóra program Somogyban is. A 65 év felettieknek nagy biztonsági érzetet ad az ingyenes szolgáltatás, amely egyszerűen igényelhető és használata, kezelése sem bonyolult. A diszpécser szolgálat egy gomnyomással elérhető és a helyzet súlyosságát mérlegelve segít az idős embereknek. Az alig 400 lelket szemláló somogyi faluban Gigénél Bojtor István édesanyjával, Berta nénivel. Az idős asszonynak már van gondos órája, amit nagyon hasznosnak tart. Meg kell nyomni ezt a gombot, amit a piros gombot, és akkor jelentkeznek. El kell mondani, hogy hol vagyok, mi történt, stb. A településen elsők között igényelték a gondos órát, mivel Berta néni nehézkesen mozog. Ajánlották is meg... Már hallottunk róla, hogy nagyon jó, bárhol lehet hívni a segítséget. Egy gomnyomással is már jelentkeznek, úgyhogy ha bármilyen már sokszor elesek, csak azért nem is járok sehova, mert nem tudok. Volt 2 törésem, 3, műtét, csipő, minden. Úgyhogy azok a törések mind az eséstű, a gerinc ki van, és nem tudok úgy egyensúlyt tartani, ahogy kell. Csak egy picit megakad valahol a lábom mellesen. Pista bácsi nemrég költözött vissza a szülői házba, miután egyedül maradt, megözvegyült. Bár egyelőre még csak édesanyja rendelkezik gondosórával, ő is szeretne igényelni egyet magának, mert nagyon hasznos és fontos dolognak tartja baj esetén. Az idősebbnek főleg az, hát hol valaki nincs mellettük, tudja megnyomni a gombot, tudja segítséget kérni. Nekem meg azért, ha elmegyek valahova, mert nekem még van kocsim is, tudok adatni, és ha közben rosszul leszek, akkor megnyomom. A szociális gondozó szerint az idős embereknek nagy biztonságérzetet ad a gondosóra. Nem csoda, hogy Gigén is egyre többen igénylik. Karon hordva vagy nyakba akasztva viselhető, és egy gombnyomással jelezhetik, ha baj van. Nagy biztonságban érezhetik magukat az idősek, a nyugdíjasok, mert 65 év felett már mindenki megkapja, hogyha nem muszáj, hogy annyira idős legyen, de ha elesik, vagy bármi történedik vele napközben, és nincs itthon senki, vagy nincs a közelben szociális gondozó, vagy bárki, akkor megnyomják a gombot, és azonnal a diszpécserbe jelentkezik. Somogyban idáig több mint 17 ezer idős igényelte az ingyenes gondosóra szolgáltatást. Regisztrálni is egyszerűen lehet, akár valamely családtag is megteheti, néhány személyes adat megadásával. Március közepétől érkeznek elektronikus formában az adóhivatal bevallási tervezetei az érintettekhez. Ezeket a személyi jövedelemadót fizetők kapják. A kiküldött dokumentumot kiegészíteni jóváhagyni május 21-ig kell. Aki nem ért egyet a tervezetben foglaltakkal, keresse fel az ügyfélszolgálatot. Érkeznek a személyi jövedelemadó bevallási tervezetek a NAV-tól március 15-től, mondta stábunknak a Baranyai sajtóreferens. Ilyen tervezetet fognak kapni a magánszemélyek, az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek, az őstermelők és az egyéni vállalkozó. Azok, akiknek nincs elektronikus elérési lehetősége, március 18-áig kérhetik a bevallási tervezet postázását SMS-ben, telefonon, levélben vagy személyesen bármelyik ügyfélszolgálaton.
A bevallási tervezetet olyan adatok alapján állítják össze, amelyekről tud az adóhivatal. A bevallási tervezetet a munkáltatók és a kifizetők által szolgáltatott adatok alapján készíti el a hivatal. Így tartalmazza a bevallási tervezet például a személyi jövedelemadó köteles jövedelmet és annak adóját, illetve az ECHO köteles jövedelmet és az ECHO összegét, vagy pedig a szociális hozzájárulási adó alapjául szolgáló jövedelmet és a SZOCHO összegét. Ezt mindenképpen ki kell egészíteni azokkal a bevételekkel, amik esetleg nem szerepelnek ebben a dokumentumban. A bevallási tervezetet május 21-éig lehet kiegészíteni, módosítani. Az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknek kötelező a bevallási tervezetet kiegészíteni a tevékenységükből származó jövedelemmel. Május 21-éig lehet megtenni az 1+1%-os rendelkezést is. Ha valaki nem ért egyet a tervezetben foglaltakkal, akkor a NAV ügyfélszolgálatain személyesen tudnak neki segíteni. Érdemes az adózáshoz szükséges összes igazolást, dokumentumot elhozni az ügyintézéshez. Telefonon a 1819-es infovonalon kaphatnak tájékoztatást az adózók. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. Megegyeztek a felek, elfogadta a 2024. évi büdzsét a szekszárdi közgyűlés. Elfogások. Több esetben bukkant a kábítószerre a Tolna vármegyei hatóságok az elmúlt napokban. Sokrétű tudást igénylő földrajzverseny, 21 tanuló mérettette meg magát Szekszárdon. Fontos a változatosság, interaktív megemlékezés a Bonyhádi iskolában. Csütörtökön országszerte gyenge légmozgás lesz jellemző, változóan felhős, napos idő várható. Elvétve előfordulhat rövid gyenge zápor. Még mindig hűvös lesz, a délnyugati országrészben várható az enyhébb, kellemesebb maximum érték. Éjszaka marad a gyenge légmozgás és a változó felhőzet. Említést érdemlő eső nem valószínű. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!